Szevasztok, kedves nézők! Nem tudom, mennyire zavaró, és hogy mennyire hallatszik bele a hűtőszekrény, mert a hűtőszekrény tetejére raktam a kamerát. Fú, másfele kell nézni itt a lencsét. Mert hát... elkezdtem kutatni erőteljesen. Mondom, kirakom, rárakom az asztalra az állványt, azt akkor normál magasságba tudom venni magamat az állvány segítségével. Hol van az állványom? Nem tudom, én végigkutatom az egész szobámat. Nem tudom, lehet, hogy fékhez bekeveredett valahogy az állvány. De mikor, meg hogy, meg miért? Na minden, nem tudom, fogalmam sincs, hol a hülye állványom. Szóval ez most megint egy ilyen fapados módszer, szokás szerint. Jó kis mikrohullámú sütős háttérrel. Értékeld! Ebben a videóban szeretném elmesélni az életemet, ami már volt egy párszor, meg különböző formákban, meg mit tudom én mi, de nincs olyan konkrét videó erről már egy jó ideje. Legalábbis úgy értem, hogy jó ideje, ezen a csatornán nincs ilyen. Az előző kettő, mindkettőn volt szerintem, plusz volt Alkotószellem címre keresztelt videósorozat, amiben volt szó arról is, hogy az életem ugye ilyen előre megírt hatásvadász formában, kis zenével, meg ilyenekkel megspékelve. Azok elérhetők még azt hiszem mindig a csatornán jelenleg is. Akkor legyen már egy ilyen normális elmesélem magamtól típusú. 1991. október 30-án születtem, majdnem átcsúszott 31-ére, ami nem lett volna túl szerencsés. Salgótarjánban. Azt hozzá kell tenni, mielőtt kifelejtem. Nagyon fontos információ. Ja, meg volt az ízés videóm is, bocs, most kitérek még arra. A Google Maps segítségével bemutattam életemnek a helyszínt, meg ilyesmik, legalábbis úgy nagyjából, na mindegy. Szóval Salgótarjánban születtem. Az orvosom nevét is akartam mondani, nem jut eszembe, még emlékszem, nem az én orvosom, anyámnak a szülész főorvos bácsia. Nyilván ott voltam egy darabig, hazavittek Bátony terenyére, ahol leéltem 12 évet köbö, ha minden igaz. Volt ott minden, tipikus gyerekkor, jól éreztük magunkat, szórakoztunk, futkároztunk, egyébként tervezem kifejteni életemnek három nagy szakaszát, a Bátony terenét, a 60-t, meg a Vecsést külön videóban lehetne kifejteni bővebben nyilvánvalóan. Egy ember élete, még hogyha mondjuk üres is, meg kevés dolog történik benne, akkor is erőteljesen mesélhető hosszabb távon is. Szóval Bátony terenyén Bányászút, valahány szám alatt laktam, nem tudom már, kint a lakótelepen. Ott volt közel a focipálya, a salakos focipálya, ugye rendszeres látogatója voltam egy idő után. Mit tudom, 7 éves koromtól köbö, még el nem költöztem. Költöztünk. Olyan helyre költöztünk, ahol a szomszédban szintén egy gyerek született. Mit tudom én, pár hónappal voltam idősebb, ha jól tudom. Szóval együtt nőttem fel a szomszéd gyerekkel. Átjártunk egymáshoz orbaszájba. Neki elő volt gépe, mint nekem. Szóval ott tapasztaltam meg unokatesómék mellett legelőször ezeket a dolgokat, hogy kockulás, meg játékok, meg videó játékok. És hát még ott a Carmageddon időszak ment erőteljesen, meg a Heroes 3, meg ehhez hasonlók, szóval ezek nem hiába, ugye ezek olyan pontok az életemben, amik visszatérek a mai napig, bármikor játszok ezekkel a játékokkal. Duke Nukem 3D. Azt hiszem 3D volt az, bár ez már nem biztos. Mi volt még? GTA 1. Ezek voltak a legnagyobb számok, ugye? A legnagyobb játékok, Unreal Tournament. Legalábbis nekem ezek voltak meg, mikor lett gépem. Hát... anyám még elváltak, mikor elég fiatal voltam. Bár ez nem pont jó megfogalmazás, mert nem tudom, szóval nekem ez úgy volt, megmaradt bennem egész életemre, hogy elváltak egyszer óvodában az egyik óvodatársamnak a szülei, és én félni kezdtem, hogy majd lehet az én szülem is elválnak egyszer. Ez nyilván megtörtént, de még emlékszem arra a jelenetre, amikor ott hintáztam, és mondtam anyámnak, és kérdeztem tőle, hogy ugye ti soha nem fogtok elválni apuval? Azt
Még arra is emlékszem, hogy anyám azt válaszolt erre, hogy ez az apától függ. Szóval már volt a levegőben valami erőteljesen akkoriban is, pedig még óvodás voltam, szóval 5-6 éves lehettem. Nem tudom már melyik időszak volt az. Szóval ők elváltak úgy egész korán, bár 12-13 éves lehettem, vagy talán egy picit fiatalabb, mikor elváltak, szóval sok minden történt előtte. Ott volt már mindenféle probléma, apámnál főleg alkohol probléma. Ezt én arra vezettem vissza, hogy a focizásnak az abbahagyásából jött össze, hogy ugye ő lesérült annak idején, még mikor lehet nem is voltam akkor, mert ugye ő profi szinten focizott, úgymond, úgy profi szinten, hogy ott a városon belül ilyen megye kettőbe, vagy megye egybe, nem tudom milyen rangon focizott, de ott úgy profi, szóval rendszeresen, meg rendesen, meg minden. Amellett dolgozgatott, de a munkaterén se jött össze a legtöbb dolog. Ő azt hiszem heggesztő jellegű ember volt. Most nem tudom, mi a pontos végzettsége, meg ilyesmi, de mindig úgy mondták anyám is, hogy apád heggesztő. Itt jó van. Ezt nagyon gáznak tartottam akkoriban. Nem akkoriban, picit később, még egy általános iskolában. Nem tudom miért, meg hogy milyen oka volt rá. Gondolom egyszer volt egy olyan alkalom, mikor egy másik osztálytársam is mondta, hogy az apja heggesztő, aztán kinevették őt, hogy valami ilyesmi, meg soha nem mondtam el, hogy apám mit dolgozik, hogy ne nevessenek ki engem. Szóval ő focizott, rendszeresen edzésekre járt, ugye. Nem tudom, hogy mikor még éltem is, vagy éltem már-e akkor, mikor megsérült úgy, hogy a profi focizást abba kellett hagynia, pedig ugye ő elég kelendő lett volna magasabb szinteken is, mert jó volt, meg minden, korához képest, mert akkor már azért a 30-ban benne volt, de lett volna neki valami lehetőség egy picit feljebb lépni. Azt ugye jött a sérülés, és valahogy ez meg is törte a karrierét, az álmait, amik lettek volna ezzel kapcsolatban, a jövőre nézve, meg ilyenek. Aztán teljes mértékben az alkoholba menekülés volt, amiből nem igazán volt számára kiút, és ennek az lett az eredménye, ugye, hogy elváltak, meg ilyesmi. Aztán hát nagyon fiatalabban, szerintem 9 éves lehettem, amikor elváltak, mert több évet éltem úgy Bátonyterenyi Nagybátonyban, nem tudom mi a hivatalos megnevezése a helynek. Több évet éltem úgy, ugye, hogy már külön voltak, meg hogy ugye hát anyámnak nem picit volt nagy teher egyedül tartani engem, meg magát, meg a háztartást fenntartani, meg mindent. Szóval ő ugye utána próbálkozott párkereséssel, meg ilyeneket. Persze mamám támogatta, mamám meg papám, hát az anyai ági szülők támogatták anyámat, meg valamilyen szinten apám is, bár ott már ő szét volt csúszva annyira, hogy munkatéren se ment minden jól. Szóval, hogy váltogatta a munkahelyét, oda ment, ahol éppen kellett, vagy lehetett menni. Szóval volt minden probléma. Aztán ugye anyám ismerkedett másokkal, akkor ismerte meg a következő komolyabb kapcsolatát, akikhez hozzá költöztünk 60-ba végül is. Olyan, hát utolsó évemet tapostam, nem, hetedikes voltam általános iskolában, amikor elköltöztünk 60-ba. Na, még visszatérve kicsit a Bátonytereni időszakra. Nekem ott nagyon sok olyan emlékem van, ami meghatározó, ugye nyilvánvalóan a gyerekkor, mit tudom én, a 6 évtől felfelé, tehát az általános iskola, az óvoda, meg ezek a dolgok, azok nagyban befolyásolják a jövőt, ezek ilyen alappillérei az embernek, mert hát ott kezdett el először az ember komolyabban gondolkodni, ott ismerte meg az első ismerősöket, barátokat, haverokat, meg ilyesmik. Szóval, ja, ott szerettem bele az erdőbe, például az erdőkbe, a természetbe, mert hát azért ott Bátonyterenyit, ha megnézitek térképen, rengeteg erdő van minden irányba. Szóval, ha kimentem a lakótelepi házból, 5 perc séta után ott voltam egy erdőnél. És hát nyilván oda jártunk legtöbbször, mert hát hova megy a gyerek, hogyha el akar szabadulni otthonról, minél messzebb a szülőktől, hogy ne lássák még véletlenül se őt. De jó ideig ugye csak a pályára mehetünk le maximum, nem mehetsz mindenfelé el, fiam, össze-vissza, ne lófrálj, ne csavarogj.
azt a izék csinálják, ugye, a rossz életűek. És hát kijártunk az erdőbe, felfedeztük, hogy ezt is sokszor mondtam már, hogy Tövülhegyre ismertük azt az erdőt, bementünk, tudtuk. Volt egy olyan szakasz az erdőn belül, hogy az erdőben magában nem volt járható út, mert ez egy ilyen nagy gödör volt igazából, egy rohadt nagy gödör. Végig, ilyen kis patak csordogált benne, meg ilyen szarságok, de az egész erdő lehetett összesen 500 méter hosszú szélességében, meg 100 méter. Szóval nem egy nagy dolog, de csak körülötte vezetett út. És hát jártak oda be korábban is emberek, meg mások. Mi meg elkezdtük felfedezni belülről is, ugye. Kitapostunk ott ösvényeket, kitaláltuk azt, hogy hogy lehet menni, hát elég ilyen szakadékos volt néhány része. Nem volt olyan mély lefelé igazából, egy ilyen 20 méter mély lehetett, de többnyire azért volt annyira, szóval nem volt annyira meredek, hogy ne lehessen lemenni a legaljára, csak hát oda nem volt túlzottan jó ötlet lemenni, mert többnyire ilyen mocsárszerű volt az egész. De mindig megtaláltuk az utunkat, és idővel már a szakadékok felett úgy másztunk át, a fák segítségével lengtünk meg ilyen baromságok, mert annyira megismertük a helyet, hogy mindig tudtuk, csukott szemmel végigmentünk volna az erdőn anélkül, hogy elesünk vagy leesünk valahova, mert ott megvolt a lehetőség ennek is, hogy lees. Szóval találtunk olyan pontot, ahol hú, itt most vízszintes, mindegy, de kihozunk egy pokrócot, aztán elkezdünk legózni ott az erdő közepén, meg ehhez hasonló. Szóval ott beleszerettem mindenbe. Ott lettem valamilyen szinten az, aki vagyok, egy erdő szerető hülye. Ott, azon a helyen valahol az erdő mellett, kint a tisztásszerű környezetben volt az, hogy elfogtunk egy egeret. Ugye ez az alkotószellem videóban gyíkkal helyettesítettem, nem tudom miért. Elfogtunk egy egeret, mert sérült volt, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy sikerült elfogni, ez a lényeg. És annyira örültem, hogy itt egy kis egér, aranyos volt, simogattam, mit tudom én mi, de ugye fogtam folyamatosan, mert ha nem fogom, akkor kiugrik a kezemből. És annyira megörültem ennek az egérnek, hogy sikerült így megfogni, meg milyen aranyos, hogy haza akartam vinni, megmutatni anyukámnak. És hát ugye megyek haza, mocorogott nagyon, hogy én futottam, ugye nyilvánvalóan nem tetszett neki a rászkódás, meg minden. Annyira elkezdtem szorítani, hogy mire hazaértem, megdöglött. Szóval összenyomtam gyakorlatilag, nem úgy, hogy kijöttek a belé meg ilyenek, csak megfojtottam nagy valószínűséggel, és ugye ez volt életemben az a pont, amikor így bennem megjelentek olyan kérdések, nem tudom, 8-9-10 éves lehettem, megjelentek olyan kérdések a fejemben, hogy gyilkosság, hogy kioltani másnak az életét, így komolyabban, szóval oké, láttam 8 évesen is filmeket, meg jelentett filmekből, nyilván nem halálosan komolyan vehető horror filmekről van itt szó, meg ilyesmikről, hanem ilyen akármilyen film, ugye hát a gyilkosság egy filmbe, az egy 12-es karikás filmben is lehetséges, azt mondja, nyilván megnézhettem annak idején is azért valamilyen szinten, szülői fegyület mellett, magamtól nyilván nem nézhettem filmet egy jó ideig. De megoldottam, nyilván benyomom a tévét, ott mi egy filmet, most ki látja azt, na. Azt akkor, ugye komolyan akkor jelentek meg először a fejemben ezek a gondolatok, hogy halál, ilyen olyan dolgok. Emlékszem, arra konkrétan emlékszem, hogy akkor gondoltam arra először, hogy mi lesz, hogyha anya meghal, vagy apa meghal, meg ilyenek. És úgy elkezdett bennem lejátszódni ez a folyamat. Nem ugye a mai valómhoz is köthető ez a fajta. Nem nagyon szeretem az embereket, mert a saját magamon keresztül megtapasztaltam azt, hogy mekkora hatalmunk van, és hogy mennyire sok negatív hatást érünk el, negatív dolgot teszünk a világgal, az állatvilággal, meg egymással is sokszor. Persze ugye árnyalódott a dolog, mert nyilván láttam a jó dolgokat is, hogy boldog család, meg boldog kisgyerek, meg mit tudom én mi. Csak aztán ugye jöttek azok a dolgok, hogy elváltak anyámék, veszekedések voltak, problémák voltak. Aztán úgy végképp a gyerekkoromból minden jó kis pozitív dolga ellenére az jött át, hogy a világ nem annyira jó hely azért, mint amennyire nagyon sokan vallják. Macska, kérlek, ne dörgölődzél, mert jó érzés. És most rossz dolgokról beszélünk, meg depis dolgokról. Az nyilván hosszabb távon azért tényleg teljes mértékben árnyalódott a hely, a kép bennem, hogy a világ annyira nem rossz hely, viszont attól függetlenül sok benne a rossz dolog. És hát nem tudom, bennem az hagyott nagy nyomot, én mindig elvezetem vissza, mert ez jut eszembe először, hogy mikor én voltam a köcsök fasz, magyarul ezt így merem kimondani, mert megöltem azt a szerencsétlent, még ha nem is direkt volt, meg nem is úgy csináltam, hogy most megölöm, szétnyomlak, te hülye egér,
hanem hogy benne fontosan ez a kép élt nagyon sokáig azok után. Nyilván nem erről álmodtam minden egyes éjszaka, de úgy sírtam utána két napig kb. Mint a szemét, mert rájöttem arra, hogy ez mekkora hatalom, igaz, az bármikor megteltem máskor is, hogyha úgy van, ha akarom, ha nem, ez megtörténhet, mikor sétálok. Megállt a felvétel, baszki. Azt írta, hogy túl nagy a minőség. Vegyem lejjebb a minőséget, a felbontást. Bocsi. Szóval, hol tartottam? Sétáltam az utcán, és bennem volt az, hogy bármikor ölhetek, meg ilyenek. Na. Szóval ez egy 9-10-11 éves gyereknél picit furcsa gondolatmenet, de érthető valamilyen szinten, hogy ilyen gondolatok is megjelenhetnek bennük, bennem. Aztán ugye változtam, megismertem embereket, újabbakat, ugye elkezdtem focizni a pályán, ugye akkor láttam meg úgymond a jobb oldalt a világnak egy picit, és ez most furcsa hangzik, hogy 10 évesen láttam meg a jobb oldalt a világnak, előtte is jól elszórakoztam, csak mit tudom én, 7 éves korom előtt annyira, hogy nem volt akkora öntudatom, hogy így értékeljem a dolgokat, csak az volt ugye, hogy hú, hogyha jó dolog történik, az tök jó, rossz, akkor az tök rossz. És utána tudtam csak árnyalni, meg úgy elgondolkodni ezen azon Amazon. Ugye megismerkedtem nálamnál jóval idősebb emberekkel. Egyszer úgy volt, hogy mentünk valahonnan haza apámmal, valamiért volt nálam focilabda, mert abban az időszakban mindenhol vittem a focilabdát, és ugye csak apámmal fotiztam, meg azt hiszem a szomszéd, de szóval hárman maximum, kint így a semmi közepén, ahol senki nincs. Mert már gyerekként is erőteljesen bennem volt az, ugye, hogy nem szerettem az emberek között lenni. Főleg azután, ugye, hogy ezek a dolgok történtek, amit tettem, ugye szerencsétlen egérrel. Az volt az első olyan momentum, ami után jobban elkezdtem kerülni az embereket, időzelbe félni az emberektől, vagy nem tudom, hogy mondjam. De nyilván ez korábban is megvolt, csak nem olyan erőteljesen. Szóval, hogy ilyen 5-6 éves volt, nem, hát 4 éves voltam, mondjuk erre konkrétan tudom, 4 éves koromban, mert sokszor mesélte anyám, hogy 4 éves korom, amikor jöttek ilyen távoli idegenek, mint hogy úgy távoli idegenek, hogy rokonok, csak ugye én még soha nem találkoztam velük, mert 4 éves voltam előtte, meg nem találkoztunk velük, meg távoli idegenek, vagy mi, rokonok. Szóval nekem azok voltak idegenek. És hogy kimentem, félénken ugye csókolom, meg mit tudom én mi, és aztán amint lehetőségem volt rá, inkább visszamentem a szobámba, és el voltam magamba. Amit még anyám sokszor mondott rám, ezt így mindenkinek elmondta kb., hogy mit tudom én, 15 éves koromban jött egy munkatársa át beszélgetni anyámmal valamiről, és ott voltam, anyám mondta, menjék köszönni, vagy magamtól kimentem köszönni, tök mindegy. És köszöntem, kérdezett valamit az illető, válaszoltam, kérdezett, megint válaszoltam, azt így igazából ennyi volt a beszélgetés. És mondja anyám mindig ilyen esetekben mindig mondta, hogy a gyerekkorában is mindig ilyen volt, hogy bent volt a szobájába, órákig nem hallottam felől semmit, már azt hittem néha, hogy valami baj van, mert annyira csendes gyerek. Szóval én mindig az a gyerek voltam, aki csendes, aki elhúzódik, aki bezárkózik, aki nem akar mások társágában lenni. Tényleg egy-két ember volt, akinek ugye úgymond beengedtem a lelkembe, hogy közelebb lehet hozzám, meg ilyesmik. Szóval nagyon-nagyon korán. A szomszéd gyerek volt egyedüli barátom nagyon sokáig. Vele tudtam úgy ellenni, meg minden. Aztán, mint ahogy mondtam, picit tágult a dolog, nem a hátsó felem, hanem ez a baráti, meg ismerkedési dolgok, ezek picit jobban kiszélesedtek az életem során. Ez nagyon hülye mondat volt, tudom. És akkor, mikor mentünk haza apámból a focizásból, ugye, elmentünk a focipálya mellett, ami ott van a házunktól 50 méterre. És az ablakunkból ki lehet látni mindig. Mindig néztem régebb az ablakból, hogy fociznak a csávók, meg az idősebbek, meg a felnőttek, meg a nagyobb gyerekek. Ott jöttünk haza, apám meg ugye olyan ember volt, hogy a foci keresztül ismert mindenkit a külje városban, szóval minden egyes embert ismert a városban volt, legyen az fiatal felnőtt. Mert hát, mikor foci meccs van, ugye akkor a sok apuka kiviszi a fiát is a meccsre, sokszor. És hát ezáltal apám ismert kb. Minden felnőttet, tényleg felnőtt férfi közül az összeset ismert a városba, meg nagyon sok volt munkatársa itt-ott-amott, ugye. Meg azoknak a gyerekeit is többnyire, mert hogyha ilyen felnőtt focizás volt a pályán, mert néha előfordult az is, hogy felnőttek lementek úgy szórakozásból focizni a pályára, akkor ő is mindig ott volt. Óvatosabban, mint ahogy alapból csinálta volna, de ott volt. És hát megyünk arra,
oda szól az egyik srác, hogy apám Péter volt, ugye elmondta, hogy Péter, nem tudom, az a srác az lehetett 15-16 éves egyébként, de nyilván tegező viszonyban volt ott mindenki mindenkivel, mert kisvárosról van szó, és egy lakótelepről, lakótelepen végképp mindenki ismert mindenkit, és hogy gyertek ide, hozd a fiad is. Azt akkor ott voltam ilyen 9-10-11 évesen, ma akkor elváltak egyébként, mondjuk azt, hogy 11 évesen ott voltam, én 15-16 évesek között focizni. Meg volt egy-két azért fiatalabb is, ilyen 13-14 is. De a 14 volt a úgymond a legkisebb, a legfiatalabb ember ott, aki játszott focit egymás között. A többiek azok mind idősebbek, és tehát volt ilyen 16-17 éves is. És oda hívtak minket, ott beálltunk, minden, ott 2-3 óra elfocizgattunk mi is. Tök jól éreztem magam úgy. Mondhatni, akkor voltam először ilyen nagyobb társaságban, totál idegenek között, ahol el tudtam vegyülni, meg be tudtam épülni, még akkor is, hogy én voltam a legfiatalabb, és nyilván a leg... nem butább, mi az a leggyökerebb focizás terén, mert hát azért 11 évesen nyilván a focizás még nem arról szól, hogy jó játsszál, hanem hogy labdához érjél. És akkor ott beszélt, mint a véget beszélgettek az arcokot, hogy akkor holnap, mit tudom én, hol találkozunk, 9-kor. És akkor én meg úgy oda mentem 9-kor, arra a helyre, és nyilván nem nekem szólt ez a találkozzunk, hanem csak azért hívtak oda, ott volt apám is, mert nyilván engem leszart mindenki, mert 11 éves kicsirek mit keres itt. És ez is lett a levonható konklúzió a szituációból, hogy mikor oda mentem, ugye ott volt már egy pár ember, azt kérdezték, hogy te mit keresel itt. És nyilván ennek az lett a vége, hogy ők leléptek, 5-6-an, én meg ott maradtam, és így szomorúan haza kullogtam, hogy hát engem nem is hívtak akkor mégsem meg. Nyilván is egy elég negatív tapasztalat volt számomra abban az időben, meg főleg. Aztán valahogy 2-3 évvel később, vagy 1-2 évvel később, nem tudom már itt az évszámokat, hiába mondom meg a korokat, lehet nem is volt év, lehet hónap volt, egyszer csak fociztunk lenne a pályán, és akkor ugyanaz a 2-3 arc megjelent a pályánál, és ugye bennünk az volt mindig, hogyha jönnek az idősebbek focizni a pályára, akkor mi eltakarodunk onnan a picsába, vagy ha elzavarnak, vagy valami. Aztán itt most nem az történt, hogy elzavartak, nem tudom milyen oknál fogva, lehet, hogy kellett nekik egy-két plusz ember, aki ott van a pályán, hogy focizhassanak, mert éppen nem volt senki más, aki elérhető a saját korosztályukban. És akkor valahogy belekerültünk ebbe a szituációba ott, és onnantól fogva olyan jól elszorakoztunk akkor ott 6-7-en, hogy onnantól fogva az a 6-7 ember, az minden egyes kurva nap ott volt velem együtt a pályán, és vicces, mert az egy érdekes érzés volt nekem akkor, főleg, hogy igazából mindig egy barátom volt, vagy egy-kettő iskolából, meg ilyenek, szóval nem voltam társaságoknak tagja. Még akkor is, hogy ott volt az osztály, ott voltunk 20-30-an, akkor se volt meg az a igazi kapcsolat közöttünk, hogy ilyen baráti társaság. Itt kb. Úgy volt, hogy mindenki külön-külön egy-két-három emberrel úgy jóban van, azt még iskolán kívül össze tudnak futni. De úgy az volt nekem az első ez a focipályán való összeismerkedés, egy tényleg ilyen 6-7 fős masszív csapat. A masszívat ezt úgy értem, hogy azok úgy mindig. Aztán mindig oda csapolott egy-két külön ember, egyiknek az ismerőse, másiknak az ismerőse, aztán voltak olyan, hogy 15-en ott vagyunk, meg 20-an. Nyilván az már ott nekem kevésbé volt szimpatikus dolog, mert ugye én 20-ból ismertem 8 embert mondjuk, de amúgy tényleg ez úgy jött össze, hogy ott vagyunk a pályán 6-7-en, mindig jött egy-egy plusz ember. Az végén mindig olyan 10 voltunk úgy átlagba. Úgy nagy átlagba. Mert az előfordult, hogy 3-4-en voltunk csak ott, na mindegy, de sokszor csapódtak hozzánk egyéb személyek is. És ugye azokat a személyeket is jobban megismertük. Azt mondja, a vége felé már azért volt egy olyan 20 ember, ott a lakótelepen 20 emberről beszélünk, akinek a fele idősebb nálam 4-5 évvel, akikkel majdhogy nem baráti viszony volt, nyilván nem mindegyikkel, volt akivel közelebb kerültünk egymáshoz barátilag, volt akivel annyira nem azért. És hát mentél vala az utcán, megláttad az egyiket, figyelj már, 2 óra múlva lejössz focizni, ahol lejövök. Szóval amikor akartál valakivel valamit csinálni, akkor mindig jött szembe valaki, aki mentél az utcára és mentél 10 métert. Azt a szintet ért el, mert ott igazából olyan 10 háznyi, szóval 10 épület blokkról beszélünk, ahol ez a társaság összeverődött, meg volt egy-két távolabbról jövő személy is persze. Szóval ez így egy
olyan időszak volt, tehát az első szociális tapasztalatok úgy mondhatni, és ott úgy jól is éreztem magam, bár tényleg ez nem szólt többről többnyire, mint a focizásról. Meg tényleg olyan 2-3 ember volt azon a csoporton belül, akivel úgy üljünk már össze otthon, azt játszunk valamivel. Így születtek meg a hatalmas nagy Jazz Jack Rabbit 2-vel való játszások. Fú te, mikor nyár volt, nyári szünet. És akkor semmiből nem állt a nyári szünet, mint hogy fú, azért reggel 80 felhívom már őt, valamelyiket. De amúgy ez két ember volt, akivel összeültünk Jazz Jack Rabbit-ezni, szóval összesen 3-an. Hogy felhívom már XY-t, hogy akkor jöjjön már át. Figyelj, átjössz? Jó, megyek, jazzezünk, jó van, jazzezünk. Átjött, jazzeztünk délután 3-ig, 4-ig, reggel 8-9-től. Néha hazaugrott, néha, mit tudom én, elmentünk boltba gyorsan, vagy valami. Aztán, jó van, meguntuk egy picit a Jazz Jack Rabbit-ezést, aztán lementünk a pályára focizni este 8-9-ig. Erről szólt a nyaram. 2-3 éven keresztül köbö. Aztán elköltöztünk. És akkor ugye az elköltözés, sok mindenről tudnék még beszélni ezen az időszakon belül egyébként nyilvánvalóan, de nem akarom ezt annyira elhúzni. Aztán jött ugye az elköltözés 60-ban, anyám megismerte az adott illetőt, akivel összejöttek, aztán már annyira jobban voltak, hogy akkor költözzünk oda, mert hát ugye gondolom ott volt szó arról, hogy ő is oda, ő költözik oda hozzánk, de hát miért költözne oda Bátony terenyére, igazából a Nógrád megye segjuka valahol alulról. miért menne oda, amikor, hogyha mi költözünk 60-ba, sokkal több a lehetőség, sokkal több az iskola, sokkal több a normális iskola. Amúgy nem. Sokkal közelebb van Budapest, sokkal közelebb van akármilyen lehetőség, ugye. Mert hát minél közelebb vagy Pest, az annál nagyobb a lehetőségek száma, azt mondják, én nem tudom. Csak gondolom, hogy ez így lehet valahogy ténylegesen, mert hát nyilván. És akkor hát költözés volt, mindenek a hátrahagyása, ugye, ez kifejezetten szarul érintett engem. Nem voltam annyira magam alatt amúgy, mint ahogy gondolná bárki, nem, annyira nem. Szóval hogy úgy voltam vele, hogy oké, hát jött a következő. És ugye hát sajnálatos módon gyakorlatilag minden ismertség, minden baráti kapcsolat megszakadt. Néhány nem miattam, viszont nagyon sok miattam. És az a nagyon sok az mind olyan volt, amit azért tartottam fent, hogy legyen. Szóval, hogy mondjam, volt az a tényleg 3-4 ember, akit úgy barátnak mertem nevezni, viszont a többi, az mindez a oké, megtűrlek, sőt, még talán jól is el vagyok veled nagyjából mindig, de nem terveznék veled hosszú életen áttartó barátságot, azért mert, és be lehet helyettesíteni bármiféle dolgot, mert hát tényleg volt ott jó pár személy, akivel ismertük egymást. Csak hogy ugye itt a normálisabb kapcsolatokat se sikerült fenntartani, hát akkor még netem se volt, ott volt a telefon, oké. Ki fog telefonálni, az meg 13 éves, 14 éves korában napi rendszerességgel. Ha meg nem tartott fenn ezeket a kapcsolatokat, úgy nagyjából legalább napi rendszerességgel, akkor azok mindenféleképpen elsiklanak, és hát hogyha nem is arról beszélünk, hogy teljes mértékben megszűnnek, akkor is ledegradálódnak ismerőssé, mint barát helyett. Szóval ott már úgy mindegy volt, idővel rájöttem arra, hogy ez felesleges igazából szenvedni, meg próbálkozni, meg gyakorolni ezt. Egyszerűbb, hogyha akkor elfogadjuk azt, hogy új hely, majd lesznek biztos itt is új barátok. Csak hát ugye, mint kiderült, én nem vagyok barátkozó típus. Mert hát minden korábbi kapcsolatom, emberi kapcsolatom azon alapszik, hogy erőszak. Ez furcsa hangzik, tudom, de én azért lettem jobb a sok emberrel, mert véletlenül ott voltam, mikor fociztak. Mert oda hívtak engem is, csak azért, mert ott volt apám, ugye. Szóval alapból nem keveredtem volna bele a társaságba. Minden más kapcsolat azért, mert ugye beraktak iskolába, ott nyilván egymásra vagytok erőszakolva, mert ha iskolába vagy osztályteremben, vagy nem mondhatod azt, hogy én most hazamegyek a picsába innen. Nem, ott kell lenned minden negatív-pozitív hatásával együtt. Pozitív hatása az, hogy összekovácsol pár embert, és kialakulnak kapcsolatok. Barátságra gondolok főleg. És minden egyes kapcsolatom ilyen dologon alapult, ugye, hogy erőltetés, rám lett erőltetve. Ha akarom, ha nem, vele jobban leszel, különben végig szopsz 8 évet. De ugye
még visszajártam jó pár évig Balaton terenyére. A jó pár év az ugye másfél év, amikor hetedikben, valamikor március, májusban, áprilisban költöztünk el. És hát nekem ugye onnantól fogva 60-ból hajnal 5-kor kellett felkelnem, hogy úgy nagyjából 6, hát fél 6, inkább fél 6, hogy úgy összedjem magam nagyjából 6-ra, hogy el tudjak jönni a 6-10-es vonattal. Vagy nem tudom már pontosan, hogy jött, de én nagyon korán kellett ugye beérnem, mert 8-ra nem érhettem be, mert 8-ra már iskolába kellett lennem. Szóval 7 körül értem el mindig Balaton terenyére, szóval 6-kor indult a vonat, szóval igen, 5-kor kellett kelnem, jól mondtam. Akkor jól mondtam. Ez 14 éves koromban, 13-14-es korban, ez kifejezetten megerőltető szerintem. Most legalábbis én ezt így nem szívesen vállalnám be még egyszer. Mondjuk manapság annyira nem zavarnát, úgy alszok amúgy, ahogy jön, tök mindegy. De egy fejlődésben lévő szervezetnek ez kifejezetten megterhelő és szar. És nem tesz jót szerintem legalábbis. Aztán ugye visszajártam, ott akkoriban elkezdtem venni a GameStart, ugye nagyban átsegített a vonaton való utazáson, mert halálra untam magam, mert szenvedtem, mert szar volt, mert fú, te első pár alkalom fasza volt, vonat, fú, de jó kinézni, fú, micsoda a tájak vannak, 20. alkalommal már sorvat le a szemem, hogy mi a picsa van. Akkor kezdtem el olvasni, nagyban köszönhető ez a vonatozásnak, mert unatkoztam. Nem volt olyan, hogy okos telefon, még telefonom is olyan volt, hogy volt rajta egy vagy két ilyen hülye játék, ami igazából felbaszott csak agyilag, szóval semmi dolgot nem tudtam tenni. Eleinte inkább aludtam vonaton, de miután kétszer sikerült elaludnom úgy, hogy izébe szálltam le, Salgótarjánba, és vissza kellett gyalogolnom, mert nem volt nálam pénz, meg semmi. Azután döntöttünk úgy, vagy döntöttem úgy, akkor inkább keresek valami más módszert így az ébren tartásomhoz. Mert nem túl szerencsés azért, hogy így egy hónap alatt kétszer elalszol, és igazából gyalogolhatsz vissza 5-6 órákat. Mert 5-6 óra volt a visszaút. Én meg visszagyalogoltam, és életem egyik legszebb gyaloglásai közé tartozik az a cuccam úgy, mert nagyon élveztem, mert olyan tájakat láttam, hogy előtte nem. Ugye sokszor jártam az erdőbe, elmentünk gombázni a Mátrába, elmentünk ide-oda-amoda, viszont mikor így leszállsz a vonatról, a semmi közepén, mert a Salgótarján külső részén szálltam, nem a belsőnél, nem a végállomásnál, hanem egyel kívül, mert sikerült felébrennem. És... mi? Igen, hogy onnan fel visszasétálni a semmi közepére találd magad, és ez egy quest. Fú, old meg a helyzetet! És akkor elindultam, ugye visszafelé, hát nyilván a vastag mentén mentem, mert lehet eltévedtem volna, ha nem. Telefonom pont nem volt pénz, nem tudtam felírni senkit. Visszaküldő SMS akkoriban már volt, csak 20-as voltam, vagy fordítva, vagy nem tudtam, hogy kell a másikkal, mert előtte lett telefoncserém, azt hiszem. Szóval 30-ason úgy kellett, azt hiszem, hogy felhívom, és nyomok egy kettős keresztet, és akkor vissza jó SMS-t küldi a másiknak. És aztán volt ilyen a 20-as számoknál is, a pannonos, vagy mi volt már, az nem tudom már ezeket. Na mindegy, szóval nem tudtam, hogy kell akkor valamiért. Ez a lényeg, nem tudtam jelezni senkinek, hogy mi a helyzet. Pénz akkor épp nem volt nálam, legtöbbször volt nálam egyébként pénz, de akkor pont nem volt nálam. Mert mondjuk ugye kajapénzt kaptam, vagy valamit, és akkor nyilván nem az volt, hogy most veszek kaját, hanem veszek valami izét. Valami csokit, vagy valami fasságot. Ezt akkor rögtön nem volt kajapénz, meg semmiféle ilyen pénz. Ezt akkor az a felesételási 5-6 órás séta, és nagyon sok olyan helyen jártam abban, és akkor annál a sétánál, amit alapból meg akartam már nézni korábban is párszor, csak nem, hát mikor, meg hogy. Rég elköltöztünk onnan, meg hogyha ott is jártunk, akkor nyilván nem az volt a legfontosabb, hogy most álljunk meg ott a vasút mentén, nézzünk át a másik oldalra, hogy mik vannak arra. Szóval nem ez volt a prioritás, sőt, senkit nem érdekelt rajtam kívül. Aztán hazasétáltam, találtam dolgokat, vicces egyébként mennyi mindent lehet találni a vasút mentén, ilyen semmi közepén, újságokat, ott nézegettem az újságokat, volt ott minden baromság, amit lehetett találni. Szóval ekkor meg a nagy sétálgatási mánia jött rám, és nagyon elkezdtem szeretni sétálni. Akkor idővel elkezdett lenni ez a GameStar olvasási mániám, mint a GameStaros videómban ez ugye benne is valamikor a GameStaros élményekről beszélek, amik ugye annak idén úgymond átsegítettek a dolgokon, meg mit tudom én mi. Elkezdtem azt venni, aztán rájöttem, hogy túl hamar kiolvasom napi 2 órányi vonatozás alatt az újságokat, és akkor elkezdtem ugye olvasni könyveket. A legelső könyvet, amit elolvastam, az a Cujo volt, a Stephen Kingtől.
Nem tudom, hogy esett rá a választás, valószínűleg azért, mert kutya volt rajta, ő aranyos kutya, miről szól ez, horror. Szóval nem tudtam igazából az, hogy mi az. Tudtam ki ez a Stephen King, tudtam, hogy horror, meg ilyenek, de hát, na. Aztán elkezdtem így. Hát anyám is nagyon szerette Stephen Kinget, sok könyve megvolt, csak nagyon sok könyve elveszett. Költözéskor, sok könyv kölcsön volt adva ide-oda, aztán ugye vannak emberek, akik nem adnak vissza a kölcsönadó dolgokat. Szóval sok könyve elveszett, olyan 3-4 King könyve volt, azt hiszem, és például a Borzalmak városa ilyen darabokban volt meg, hogy ki volt szakadva a belseje, és akkor így a lapok azok össze-vissza keveredtek, én meg ott raktam sorba a lapokat, és próbáltam kiolvasni a könyvet. Az is vicces sztori. Aztán ugye milyen hamar elfogytak a King könyvek, ezért más könyvekhez kellett nyúlni. Mivel anyának volt kb. 300 könyve, annó, elkezdtem azokat böngészgetni, hogy akkor most keresek valami olyat, ami érdekes a története, vagy hosszú legalább, vagy valami, érted? És akkor megakadt a szemem 22-es csapdája. Biztos, ami jó háborús lövöldözés. És akkor nyilvánvalóan az egy olyan könyv, amit sok felnőttre sem mernék ajánlani, mert nem értenék. Meg ott ilyen kis 14-15 éves szaros fejjel azt elkezdtem olvasni, és meglepő módon egészen befogadhatónak találtam már akkoriban is, ugye hát én akkor már kezdtem sokat elmélkedni, meg ilyen dolgok, mert hát életemnek a nagy része az már nem volt meg, hogy mondjam szépen. Az összes szabadidőmet, amit korábban focizásra fordítottam, haverokra fordítottam, az hirtelen üres lett. Mit csinál az ember ilyen, mivel? Hát én azzal pótoltam, hogy olvasok, meg hát amikor nem olvasok, akkor gondolkodok, meg ilyesmik. Mert hát ugye nyilván nem kezdtem el barátkozni 60-ba, mert nem volt hova, meg kivel. Volt egy szomszéd srác, mondjuk, de vele valamiért nem jöttünk ki. Igazából kétszer próbálkoztunk bármiféle dologgal, de az úgy nem volt értelmes szerintem az a dolog. Aztán teltek múltak az idők, ugye érettség, ballagás, meg ilyen hülyeségek következtek, azokat átvészeltem, mit tudom én mi, és akkor ugye jött a pont, amikor nincs olyan többi, hogy visszamegyek Nagybátonyba, maximum 2-3 havonta hétvégén, és inkább egy havonta hétvégén, tudom meglátogatni apámat, meg másik papámékat, vagy unoktesómékat, mindegy, nem is ez a lényeg. És hát ugye ez egyre ritkábban jött össze. Aztán én emlékszem, amikor megjelent a Gun című játék, ilyen vadnyugatos játék volt, azzal játszottam éppen, mikor jött a hír ugye, hogy apád meghalt. És ugye az ott egy furcsa pillanat volt, azért maradt meg bennem a Gun, hogy azzal játszottam, ugye mert hát tetszett a játék meg minden, de így rányomta a bélyegét a haláleset. Picit szomorkásabb voltam nyilvánvalóan, de annyira nem hatott meg ugye, mert rég találkoztam vele, főleg azért valószínűleg, meg hát marakkocsi, picit érzelmetlen voltam, érzéktelen voltam, vagy hogy mondják ezt, mert akkor már rég nem beszélgettem baráttal, rég nem eltűntek a barátok, meg mindenféle csúf gondolatok voltak már, meg problémák, meg fasságok, szóval nem hatott meg annyira, nem volt rá olyan nagy hatás, hogy meghalt apát. Oké, mit csinálják vele, sajnálok, apa bazd meg, apám voltál minden, de hát nem tudok mit csinálni vele, mert most mit csinálják vele, depis nem leszek, mert alapból nem láttalak másfél éve, mert hát ugye ott volt az, most átugrottam egy időszakot, azt mindjárt kibontom, szóval egyik karácsonykor voltunk lent, mert minden karácsonykor lementünk meg hanem hús. Ez mi a fasz? Húsvétkor történt ez. Mikor lementünk? Na szóval nem, rosszul mondom. Karácsonykor mentünk le, de elkezdtem mondani azt, hogy karácsonykor, meg húsvétkor, meg ilyen születi... Na, újra. Szóval karácsonykor, meg ilyen ünnepekkor jártunk csak le, születésnapok, névnapok. Névnapok mondjuk nem, de na, szóval ilyen ünnepek, meg ünnepelni való események alkalmával jártunk mindig vissza. Aztán egy karácsonykor ott voltunk, és ugye már terjengtek ilyen olyan hírek, hogy nem nagyon tudják, hol van apám, azt mondják, hogy kórházban volt, ilyen olyan dolgokat hallani róla. És hát eljöttünk onnan, aztán hívott minket valaki, hogy itt van Mátinak az apukája, beszélni szeretne a gyerekkel, a fiával. Én meg ugye
Hát én meg nem mertem, mert féltem attól, hogy mi vár rám, mert terjentek ott a pletykák, hogy fú, nagyon rosszul néz ki, nagyon beteg, nagyon izé, ilyen dolgok. Én meg voltam olyan gyáva fasz, ugye értem egyik legnagyobb olyan momentuma, amit szégyellek, meg sajnálok, hogy azt mondtam anyámnak, hogy menjünk haza inkább. Na mindegy. És hát, ugye 60-ban, ezt is meséltem az Apa című videómban, ugye, hogy volt egy momentum, amikor egy hajléktalannak tűnő személy ott állt mellettem, előttem, én egy osztálytársammal voltam, és igazából elsétáltunk mellette, ő próbált valamit mondani, elsétáltunk mellette, és igazából röhögtünk rajta. Ez is egy csúnya momentum, aztán kiderült, hogy apám volt az. Így meg aztán főleg szomorú, és sajnálatos, és szégyelni való dolog szerintem, bár gyerek voltam, kicsit faszfej, kicsit hülye, kicsit szerencsétlen, meg hát tényleg nem ismertem fel. Ha felismerem, akkor ott helyben fejbe lőttem volna magam a legközelebbi pisztollyal, vagy bármivel a szégyen érzet miatt. Aztán ugye pár hónappal később kaptam tőle egy levelet, amiben elmesélte, hogy mi a helyzet vele. Előtte ugye meghalt már papám, ő onnantól kezdett el lefele menni, ugye gondolom az alkohol is durvábban megint be visszatért, meg ilyen-olyan dolgok, meg hát nem tudom igazából milyen problémák miatt halt meg. Azt tudtam ugye csak, hogy a fejében valami daganat, szóval nem tudom, nem agy, valószínűleg nem agy daganat, valószínűleg itt a száj, vagy torok, vagy gége, vagy valami gégerák, vagy ilyesmire tippelek, ilyesmit sejtek, tudok, gondolok. És ugye leírt mindent, hogy ő már teljes mértékben a végét járja, írt egy levelet, mert ő próbált velem többször is kapcsolatba lépni, de én nem akartam, ugye ez a... Ő úgy gondolta, hogy én felismertem őt az utcán, és elmentem mellette, meg ilyenek, meg hogy úgy gondolta, hogy egyszerűen nem akartam vele találkozni, ugye amikor ott voltunk karácsonykor, és igaza is volt ennél, hogy nem akartam, és ez tényleg... Ezt a mai napig szégyellem, meg szarul érzem magam miatta, hogy egy haldokló ember az utolsó energiáiból is próbálja felvenni a kapcsolatot a gyerekével, de a gyereke meg nem akarja. Szóval ez szar gondolni rá egyébként. Most az a baj, hogyha újra ez a szituáció lenne, akkor sem tudnám biztosan mondani azt, hogy megmerném tenni, mert valószínűleg van bennem, alapból az emberek felé van egy gyávaságom, de most még az ilyen szituációk meg aztán végképp kifejezetten gyávának vallom magam. De valószínűleg egyébként oda mernék állni most már lassan 26 éves fejje. Na mindegy. A levélben leírt mindent, ott tudta meg egy csomó mindent apámról valójában, hogy ő szereti a Pink Floyd zenét, meg ilyenek. Szóval, hogy szereti a Led Zeppelint, stb. Volt egy jó, elég hosszú levél volt, szóval nagyon sok minden le volt benne írva, ugye meg válaszoltam egy jó hosszú levelet, amit nem kapott meg soha, mert mire odaért, elvileg meghalt. Szóval nem kapta meg soha a levelemet. Duplán volt egy izém lelkismert fúdása, sőt triplán, mert ott azért több minden történt. Szóval ez nagyon olyan érzésem van, meg mindig úgy gondolok erre, hogy én egy haldokul embertől megtagadtam azt, amit ő egy picit boldogabb lehetett volna. És hogy ennél faszfejebb dolgot igazából tenni nem lehet. Még akkor is, hogyha ezeknek a dolgoknak a 80%-a nem szándékos volt, érted? Szóval, hogy félig meddig felelőtlenség, félig meddig átgondolatlanság, félig meddig faszság, meg gyávaság, meg ilyenek. És ezt utáltam, és erre utálok gondolni, mert ez egyik legolyan, hogy mondjam, ez egy olyan dolog, amiről beszélni is nehezen esik, és azért, mert tudom, hogy ez kifejezetten szar színben tüntet fel, mert értem, hogy legnagyobb hibájának tartom ezt a dolgot. Szóval, mikor ezt elmondom, akkor coming out-olok, nekem ez a legnagyobb titkom, ami nem titok, mert bárki hallhatta már ezt a sztorit, igazából ezelőtt is kétszer-háromszor videóban. Aztán ugye hát 60, beköltözés, elmondtam ott, hogy laktunk múltkoriban is, milyen volt a helyzet, jó helyzet volt igazából, de ott elmeséltem ott mindent múltkor, előre nem akarok külön kitérni arra, hogy maga a lakás, meg akikkel laktunk, ugye, mert hát egy nagy ház volt, ezt még elmondom azért, egy nagy ház volt, ami igazából hozzát építve majdnem még egy ház, ahol laktak ugye az adott illetőnek a szülei, akihez költöztünk. És külön laktunk, de azért egymáshoz át lehetett járni, hogyha nagyon akart az ember, meg ilyesmi. Na mindegy. És ugye jött az iskola. Az új hely, új emberek. Addigra végképp ilyen ember
fas izém volt, ilyen gondolataim, hogy az embereket nem akarom, fúj ember, fagy nem kell, fúj nem tetszik. Az emberiség ellenessé vált, mert biztos sok hülyeség miatt, amit tapasztaltam meg, ami jött. De ezt mondom, ezt tudtam már ekkor árnyalni annyira, hogy azért megtaláljam a jó dolgokat a világban, az emberekben. És hát nyilván első napom az iskolába, meg alapból beiratás, meg fú, ez nagyon nehéz volt nekem az. Tényleg, ez főleg azért, mert minden korábbi barátság, meg ismertség ilyen dolgokból származott, hogy kényszer. Viszont ez már egy tinédzserek közé való beiratkozás, beilleszkedés volt, ami aztán végképp nehéz, mert a tinédzserek általában elég faszfejűek egymással, magukkal, úgy mindennel. Szóval tinédzserkor, serdülők, fú, messze a legrosszabb az ember életében szerintem. Legalábbis az eleje mindenféleképpen. Mikor valaki mondjuk szereti az új társaságba való beilleszkedést, én meg kifejezetten rühellem, mert mindig van egy-két ember, aki ugye nem akarja, hogy ki az a köcsök, te akarod innen? Van mindig jó pár ilyen. Szóval beiratkozás, ugye voltam felvételin is, az kifejezetten undorító volt, ott maga az emberek is fú, de undorítóak voltak, és nagyon örülök, hogy nem abba az iskolába kerültem végül. Az a tipikus elit vagyok. Elitek vagyunk. Legjobb iskola 60-ba. És ugye oda vettek volna fel, de ugye van pár ember, aki kifizetett pár százezer forintot azért, hogy a gyereke oda kerülhessen, mert az volt az elit suli. Elit suli. Nyilvánvalóan. És hát nyilván mi nem fizettünk semmit, szóval kiestem elvileg abból a körből, akik bekerültek volna. Ugye fent volt neten, hogy mit tudom én hány embert vesznek fel, és benne voltam valahol a 30. helyen, és nem arról volt szó, nem 30, ami 40 vagy 50. helyen voltam, és valami 160 embert vettek fel. Szóval nem is értettem utána, hogy nem vettek fel, meg miért nem vettek fel. Na mindegy. Persze lehet, hogy korábbi jegyeimet átnézték, és nem tetszett nekik az, hogy 4-es meg 5-ös voltam mindenből. Szóval nem tudom erre a választ, nem is érdekel, nem is bántam egyébként. Inkább mentem a lezüllöttebb diszibe, ugye az jóval kevésbé rangosnak nevezhető, viszont legalább ott a társaságnak egy része mondható értelmesnek. És úgy értelmesnek, hogy nem az, aki magasan hordja az orrát, meg elit vagyok, meg ilyen típusú ember, hanem az ilyen átlag gyerek, akiben nem a rossz indulat a motivációs, nem az ego a motivációs erő, hanem vagyok, mert gyerek vagyok, mert fiatal vagyok, majd lesz ezután valami típusú emberek. A legelső osztályomat szintén rüheltem, két emberrel tudtam ott jóban lenni, mindenki más egyszerűen annyira gyűlöltem meg ők is engem egyébként, hogy én direkt lebuktam onnan, minél hamarabb. Gyakorlatilag igen, mert amúgy háromból buktam, aztán úgy voltam vele, hogy ez az, nem tudok izélni. Volt vizsgálni, mindenféleképpen bukni fogok, ez az, pfff, de jó! Aztán ugye kiderült, hogy csak kettőből mégis, a kurva anyját mondom, direkt nem tanultam rá. Aztán ugye ott már voltak dolgok, egy másik osztály, ott már több értelmes emberrel sikerült összefutni, viszont még ott is voltak jó páran, akiket így nem értékeltem túlzottan, mondjuk így, na mindegy. De végül az a lényeg, hogy itt emberek, találkoztam ott azért pár tényleg emberrel, aki normális embernek minősíthető az én szememben is. Na mindegy, volt már minden. Az érettségi egy nagyon könnyű dolog volt, ugye én magam lepődtem meg a legjobban, mert szopadtak ugye történelmből, meg voltak ilyen olyan problémák. És ugye azért nem kaptam meg az érettségit soha, mert hát nem akarták odaadni, én meg úgy voltam, hogy nem fogok segget nyalni, akkor ne add oda, bazd meg, leszarom. Ez egy nagyon rossz időszak volt, nagyon felhúztak ott egy-két tanár, úgy felhúzott az igazságtalanságával, és nem azért, mert velem volt igazságtalan, hanem mert úgy unblock igazságtalan volt a diákokkal. És nem tudta elviselni az adott illető, illetve két olyan tanárom is volt, aki nem tudta elviselni azt, ha ellene szegülnek. Szóval nyilván nem az, hogy megverem, hanem hogy ellent mer valaki mondani, akár igaza van, akár nem. Hú, te kis köcsög gyerek, hú, egyes. Tök mindegy, mit csinálsz, egyes. Jól van, tanárnő, kapja be a faszomat. Típusú szituáció állt fenn, és nem is érdekelt, mondom, ne add meg a pótvizsgát, te buzi. Vagy nem pótvizsgát, mi az? Ne add meg az érettségit, te szerencsétlen rohadék. Akkor én nem fogok bemenni pótvizsgázni, meg semmit nem érdekel. Érettségiből minden megvolt, ugye? Szóval minden
matekomlet 3-as egyedül, minden más 4-es, meg 2-5-ös azt hiszem. Szóval érettségi tök jó volt, tök jól ment, minden. Úgyhogy nem tanultam egy szót, hogy ezt hozzátenném. És nem azért, mert szerencsés voltam, hogy jó dolgokat húztam, hanem mert ami érdekelt, arra mindig is odafigyeltem. Ami nem érdekelt, azt leszartam. És hát ezért buktam meg rajzból például, mert kurvára nem érdekelt, ami ott történik, mert rajzon mi a faszé kezdünk el tanulni oszlopokról, meg boltívekről, hát hülye vagy? Így voltam, aztán végül is megbuktam, de főleg azért buktam meg, mert igazából rajzórán, ahelyett, hogy vettük volna ezeket a boltíveket, egy-kettőt vettünk egyébként, de ahelyett néha rajzoltunk valamit, nagy néha, minden más esetben a tanár nem jött, mert ő közben földrajzot tanult, hogy földrajz tanár is lehessen. Én meg ugye mellette anyámat kísérgettem kemoterápiára, meg ilyen helyekre, olyan helyekre, mivel ugye hát rákos volt, és mondjuk a fiatalabb koromban, ezt még nem mondtam az előző része, bátonytelenében volt az, hogy rák. Ugye, hogy mert rákja lett, és kialakult benne, és ugye megműtötték, nagyon közel volt a halálhoz többször is, de valahogy sikerült túlélnie, leküzdött elsőre. Másodszorra úgy sikerült leküzdenie, hogy igazából még ki se alakult benne teljes mértékben, csak már jelek adódtak arra, hogy kialakulhat megint. Akkor volt az időszak középiskolában, amikor én kísértem őt orba szájba Pestre, nem tudom, hogy hívják azt a helyet, orvoshoz, doktorhoz, kemoterápiára, ez a lényeg. A másik is vissza lett verve, ugye aztán idén, illetve tavaly, meg idén, évelején, ugye a harmadik ilyen támadást már nem sikerült visszaverni, ugye, ott már a rák győzött. És emlékszem abban az időszakban, mondjuk Bátonyterenyén, ugye nem voltam tisztában a dolgokkal. Tudtam, hogy beteg, és hogy nagyon beteg, és hogy nem tud hazajönni hónapokig, de ugye nagyon furcsa volt az időszak, ruháimat ugye, hát otthon lakhattam félig, egyedül, 11-12 éves koromban, de úgy, hogy fontosan vigyázott rám valaki, vagy fontosan ott volt valaki nálam, ugye anyámnak a testvére volt, vagy apám, vagy XY, de sokszor volt az, hogy én voltam ugye unokatesóméknél, ugye hát anyám nővérének a családjánál voltam, mamámnál voltam, vagy mamám volt ott, vagy papám volt ott, szóval így össze-vissza tengtem-lengtem, aludtam otthon mamámnál, papámnál, apámnál, mindenhol. Szóval nem volt egy konstans helyem eléggé. Az úgymond az volt a szerencsés dolog, hogy ott ez nyáron történt, mert hogyha ez így ősszel történik, vagy iskolai időszakban, akkor én ott megbukom valószínűleg 6-ba, 7-ba, vagy nem tudom mikor volt már ez. Mert egy kaotikus volt az egész, meg furcsa minden, meg egyszerre olyan érzelmek kavarogtak az emberrel, hú, mi van, hogyha anyukám meghal, fú, mi van, hogyha ilyen olyan dolgok történnek. Mert azért 12-3 éves gyereknél azért a szülő halála, 10-11 éves gyerekről beszélünk inkább, a szülő halála az végképp egy olyan dolog, hogy most mi van, mi lesz, hova kerülök, mit csinálok magammal, mi lesz velem, ugye? De mindez az időszak, hogy lement, egy nagyon furcsa időszak volt. Egy picit meg tudtam tapasztalni ott azt, hogy milyen az, hogyha azt csinálsz, amit akarsz. Mert ugye én alapból olyan 10 éves koromtól felfelé iskolából már egyedül mentem haza. Mert hát messze volt az iskola úgy igazából, de volt egy út, ahol végigmentünk 4-5-en. Szóval nem félt attól senki, hogy valaki ugyanazt elrabol minket, vagy ilyesmi. Meg akkoriban úgy annyira nem is volt ez olyan nagy dolog, hogy mit tudom, a gyerek magától megy haza, mit tudom, egy 15 perces utat magától tesz meg, az nem volt egy nagy dolog. És tényleg ilyen csoportokban mentünk haza, aztán úgy az ajtótól egy olyan 20 méterre volt, hogy elváltunk 4 felé, szóval végképp kb. Hazáig lehetett kísérni egymást, és soha nem is volt az, hogy kísérgettük egymást haza, vagy hogy a szülők kísérgettek minket haza. Hát még a legelején első, második, harmadikban volt talán ilyen, meg negyedikben, aztán utána a felsős koromban mehettem haza egyedül, meg mit tudom én mi. Na mindegy. De ott tapasztaltam meg akkor először azt, hogy igazán, hogy felkelek reggel, ott van mamám mondjuk, csinál kaját valamit, itt ő azt mondja, hogy most elmegy, el kell mennie valahol, jön majd egy 2-3 óra múlva. Szóval egyedül lehettem majd, hogy nem egész nap. Figyeltek rám az emberek, telefonálgattak egymásnak, hogy most menj már át Mátéhoz, vagy Máté, menjen már most át hozzátok, mert nekem egy kis dolgom lenne, hát nyilván mindenki felnőtt, mindenkinek dolga van, meg ilyenek.
Szóval így szabadon voltam azért valamilyen szinten hagyva, de folyamatosan azért mindenki tudta, hogy hol vagyok éppen, mit csinálok éppen, úgy nagyjából. De akkor megtapasztaltam azt, hogy szabadságérzete, emiatt az a korszak egy picit másképp értékelődött bennem annak idején, ugye, főleg, hogy nem voltam azért teljes mértékben tisztában azzal, hogy mennyire komoly problémák meg dolgok történnek a háttérben. Hogy a családból mindenki éjszakánként azért sír bent pásztón a kórházba, hogy hú, a műtét legyen már sikeres. Nyilván nekem erről nem sok fogalmam volt. Szóval ez egy durva időszak volt egyébként. Az a helyzet, hogyha mondjuk tényleg megcsinálnád azt, hogy visszanézed életed jeleneteit, hogy mi történt veled 8 évesen, 9 évesen, 10 évesen, visszanézhetnél dolgokat az életedből, ezt azért nem merném visszanézni, mert hú, ez valami nagyon sötét dolog lehet egyébként, hogy így látni a többi családtagnak az arcát. És amit 9 éves korban nem fedezel fel az embernek az arcán, vagy 10 évesen, hogy ennek az embernek, ennek a nőnek, aki anyámnak a testvére, az arcán tükröződik a rettegés attól, hogy mi lesz, hogyha meghal a testvére. Szóval érted? Az valami nagyon durva lehet, tehát ezt nem merném tényleg újra átélni ilyen fejjel, már felnőtt fejjel. Na mindegy. Aztán vissza akkor most 60-ba. Ugye ott laktunk a csávónál, akivel anyám összejött, meg odaköltöztünk. És ugye elmagyáztam egy korábbi videóba, az apás videómba, azt hiszem abba volt, hogy miért költöztünk el onnan, miért jöttünk el, meg mit tudom én mi. Bocsánat, egy picit nyelnem kellett, meg levegőt vennem. És na, utána jött az, hogy akkor elköltöztünk egy albérletbe. Mert ugye az nem albérlet volt, ahol laktunk velük, hanem családi ház. Albérletbe költöztünk, nem tudom, hogy sikerült a mai napig azt ott fenntartani, a háztartást, meg magunkat, meg az iskolát fizetni. Bár nagy valószínűséggel rájátszott ugye az örökség, amit sikeresen megkaptam apám után. Volt benne tartozás is, meg ilyen dolgok, de azt letudtuk azzal, hogy eladtuk a régi családi házt. Nem a családi ház, a régi lakást, ahol laktunk, unokatestvéreknek adtuk el egyébként. És hogy mindenki jól jött ki ugye ebből a szituációból végül is. Szóval azt a tartozást, ami akkor rám öröklődött volna, az sikerült elhárítani teljes mértékben. És hát minden más, ami meg befolyt pénz, az pluszba egy jó kis pénz. Mert akkor sok pénz jött ránk, szóval valószínűleg abból sikerült fenntartanunk magunkat többnyire. Plusz-minusz mamámnak a segítsége, és nem minusz, hülyeséget mondtam, plusz mamámnak a besegítése a háztartásnak a fenntartásába. Furcsán magyarázok már, mi? Pillanatot kérek. Na hát, az a helyzet, hogy a másik kamera közben lemerült. Plusz volt egy olyan probléma, hogy fél órányi anyag elveszett, mert nem is sikerült a fájlokat lezárnia, ezért korrupted datások lettek. Szóval azt a filmet most megpróbálom még egyszer újra felvenni. Ez halkabb lesz, de majd Vegasba segítek rajta. Na hát ott tartottam valahol, hogy épp hogy el tudtuk magunkat tartani, ha jól rémlik a dolog. De sikerült örökség miatt, meg ilyen dolgok miatt. Na, ez a lényeg. Nagyon remélem, hogy nem leszek nagyon önismétlő, mert hát nem néztem még azt az egy órás előző részt, hogy pontosan mit is mondtam el ezzel a résszel kapcsolatban. De itt volt az, hogy úgy végre elkezdtem a szabadságérzetet érezni úgymond magamba, mert hát nem kellett elviselnem olyan embereket, akikkel igazából nem szimpatizáltam, már pedig ugye napi rendszerességet találkoztam velük, és volt egy olyan elvárásuk, hogy én beszélgessek velük gyakran, meg hogy foglalkozzak velük, meg mit tudom én mi. És itt, hogy végre külön laktunk, csak anyámmal, nehéz volt, de az az érzet megvolt legalább, hogy senki nem baszogat. Ugye aztán útközben jött egy olyan probléma, hogy az alsó szomszédról kiderült, hogy kicsit köcsög, kicsit fasz, vagy valami. Nekem is volt egy lényem abban az időszakban. Az alsó szomszéd idős néni mindig mondogatta, hogy hú, nagyon hangos vagyok éjszaka, meg hallja az, hogy a billentyűzetet csapkodom éjszaka, én minek? Szóval nem értettem soha ezt a dolgot. Vagy ennyire szar volt tényleg a hangszigetelés az épületnek, és tényleg lehallatszott minden, vagy hazudott, vagy én nem tudom. Ugye minden egyes nap, reggelente, mikor mentem iskolába, ott várt már, hogy mikor indulok el, és hogy mondhassa azt, hogy éjszaka
nagyon hangos voltam, legyek már halkabb, legyek olyan kedves, mert a lánya beteg. És ez éveken keresztül gyakorlatilag ez a dolog fogadott reggelente, nem mindig nyilvánvalóan, de sokszor. És ugye ez nagy agyfaszt okozott. Nem mondom azt, hogy mindig jogtalan voltam úgy, mert hát egyszer-kétszer, mikor anyukám például Szegeden nyaralt egyik nyár alkalmával, akkor tényleg volt olyan, hogy picit hangosabb dolgok történtek odafenn, mikor átjött 2-3 haver, és ugye nehéz kontrollálni az ilyen helyzetet, főleg, hogyha pia van az ember szervezetében. És akkor úgy egyszer-egyszer, nem mondom azt, hogy én minden egyes éjszaka teljes mértékben néma voltam, egy-egy olyan éjszaka volt, amikor volt ott valaki, vagy akármi, hogy azt mondom, hogy még jogos is akár, hogyha valaki szól érte, de ez a mindennapos jelleg, meg hogy billentyűztetett csapdosom, hát normális hangerőn használtam az egészet, szóval maximum lehallatszódhatott valamilyen hülye oknál fog, amit nem biztos, hogy értek, vagy nem akarok elfogadni teljes mértékben, de picit erősnek éreztem azt a dolgot, na mindegy. Ugye ekkor jöttek az első alkohol dolgok, ugye akkor ismertem meg Szefit, még korábban ismertem meg Szefit, még az előző helyen laktunk. Akkor volt az, hogy én napi rendszerességgel gyakorlatilag jártam át hozzájuk a hétvégéket. Nem azt mondom, hogy ott töltöttem, mert aludni hazajártam, de nagyon sokszor volt, hogy hajnal 5-kor felkeltem, és elindultam akkor Szefihez. Mert volt egy ilyen fényleg, hogy megérkezek Szefihez hajnal 6-kor, volt, hogy 7-kor, mert nyilván egy másik úton mentem már 60-ban is. Egy ilyen erdősebb, vasútosabb környezetben, ugye vasúti sín haladt végig ott a háttérben, a mezők között, meg mit tudom én, és ott mentem el mindig. És nyilván a 30-40 perc alatt meg lehetett, hát ha 40 perc alatt lehetett volna megtenni azt az utat, ugye mindig ilyen másfél-két órára duzzasztottam. Azért is indultam mindig 5-kor, mert tudtam, hogy én megyek arra szépen körbe-körbe, a semmi közepén, és úgy fogok elmenni Szefihez. És igazából ez az előzménye volt a vecsési mászkálások sztorinak valamilyen szinten. Te macska, te. És akkor ugye emlékszem rá, annak idejében PS2-n, Guitar Hero 3-at, orba szájba, oda megyek hozzá, ott vagyok hajnal 6-kor, és akkor nyomjuk öcsém. Mert nem egyszer volt olyan is, hogy azt mondta Szefi, hogy figyelj már, egyedül vagyok itthon, gyere át. Az ilyen 11-kor nyomta. Akkor már voltam azért 15-16-17 éves, szóval megfogtam, azt elmentem, hétvége volt, éjszaka. Aztán másnap anyám mindig hívott, hogy hol vagy, mit, mi van, hol vagy. Mondom, elugrottam Rolihoz, ugye. És akkor ilyen dolgok, szóval, hogy beírek hozzá reggel 7-kor, kopogok ugye, mindig az én kopogtam be hozzá az ablakon, meg a redőnyön, hogyha mondjuk nyár volt és meleg, az ablak meg nyitva volt úgyis. És minden reggel kibeengedett, és akkor Guitar Hero volt többnyire az, ami ment akkor, de orba szájba, de rengeteget. Emlékszem, hogy gyakoroltunk arra, hogy órákat gyakoroltunk, napokat, heteket gyakoroltunk, hogy expertbe el tudjuk nyomni a Metallica One-t például. Na mindegy. Aztán ugye átköltöztem a másik helyre, a Szefék közel voltak, viszont Szefék nem sokkal azután elköltöztek ugye Budapestre, és hát mondhatni, 3 évnyi ismerség, barátság az úgy ott meg is szakadt, mondhatni, mert nem sokat beszéltünk. Az volt a szerencsém, hogy utána úgy megismertem mondjuk István például, meg még egy-két úgy értelmesebb alakot az iskolából, mert hát amúgy az iskolát azt nyilván végig szenvedtem így a magamfajta hülyeségek miatt, meg mit tudom én mi. Az a macska, de még kell ilyenkor simogatni téged, az meg mindig videó közben. És akkor Istvánékkal voltam el, akkor jöttek el az első időszakok, hogy úgy konkrétan kiülünk az agyva partra, híd alá, híd mellé, szívunk egy kis füves cigit, ez már 18 éves korom környékén volt, többnyire iszunk ilyen olyan piákat. Szóval, ja, akkoriban ott volt az a korszak, amikor azt mondhatom, hogy most akkor kezdünk felnőni, lazuljunk már a picsába egy picit. Kijövünk úgy nagyjából a tinédzser korból, és akkor most adjunk az ilyen olcsó élvezeteknek úgymond, hogy bebaszás, befüvezés, meg ilyesmik. Úgy először találkoztam úgy olyan emberekkel személyesen, akikkel online, ugye Kirával, Uraharas Hopos admin bácsival, aki manapság a Star Wars médiának a
főadminja, ha minden igaz, még az. Bár most ám nem beszéltem le túlzottan sokat. Ő is rálépett a felnőttek életére. Család, lakás. És akkor, ja. Ott főleg Istvánékkal töltöttem a mindennapjaimat. Meg egy-két egyéb személy. Aki csak azért nem nevezek meg Istvántól, nem zavarja, hogyha még szóba hozom a nevét. Akkor volt a Kígyós, vagy mi a Siklós sztori, ugye. Amiről be voltunk tépve, hogy nem vagyunk benne biztosak a mai napig, hogy ez megtörtént-e. Ott ülünk így ilyen nagy kövön, és elsiklott közöttünk egy sikló, vagy kígyó, vagy valami szar. És elkezdtünk ordiban meg röhögni, meg össze-vissza beszélni ezzel kapcsolatban, hogy ez nem valódi, látomás. Még ilyen fasságok voltak. Ezt is meséltem a videóban, Hörbi is mindig emlegeti. Aztán ugye közeledett az érettségi, anyukám ismerkedett egy férfival, ugye aki Vecsésen lakott, és ugye végül is hozzá költöztünk. Az érettségi előtt 3-4 héttel írt rám Szefi, hogy elkezdett videókat csinálni YouTube-ra, hogy küldött egyet, hogy nézzem már meg. És ugye feljöttek bennem az emlékek ezzel kapcsolatban, néztem a videóját és röhögtem rajta, ugye, mert hát mindig is egymás poénjaira voltunk hangolódva. És röhögtem, és eszembe jutottak a régi emlékek, hogy így 2005, konkrétan 2005-ben kapott egy kamerát Szefi annak idején. Akkor ugye én még, lehet nem 2005, 2006 mondjuk, nem tudom. És hogy akkor fogtam életem először kamerát, és emlékszem ugye, vettünk egy olyan sorozatot, hogy a Végtelen utazás, vagy mi a franc volt a neve? Végtelen utazás. Valami ilyesmi, nem tudom, 5 részt élt meg, ilyen félórás epizódok voltak, és mindegyes rész arról szólt, hogy kiparodizáltunk valamiféle filmet, de volt egy fő történet, ugye. Akkoriban fogtam először a kezembe kamerát, de éreztem, hogy nekem ezzel a kamerával, hogy valami közös van bennünk a kamerával, hogy én szeretem azt csinálni, hogy fogom a kamerát és felvételt készítek. Hogy tájképet, vágóképeket, stb. Nem értettem hozzá, mai napig nem értek hozzá nyilvánvalóan úgy, mint egy profi operatőr, vagy bármi, sőt még amatőr operatőrnek sem mondanám magam, mert nem gyakorlom ezt a műfajt. Viszont ha a kamera van a kezembe, ami nem szokott már gyakorlatilag soha, akkor mindig élvezettel csinálok felvételeket, ilyen-olyan felvételeket. Hát emlékszem még annak idején a... Fú, nem tudom milyen telefon volt már az, aminek volt kamerája. Először nekem egy Samsung A40-en volt, vagy A39, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Aztán lett egy Nokia 3310, és azután pár évvel, mikor voltak a, nem azt mondom, hogy az első kamerás telefonok, de úgy nem voltak még annyira elterjedtek a kamerás telefonok, akkor kaptam egyet egyik születésnapomra, és ugye azzal a kamerás telefonnal mindenféle idiótaságot felvettem, és rengeteg videót készítettem, hát nyilván nem raktam fel gépre, ez mindig arról szólt, hogy mutogattam Szefinek, amikor az még korábban volt, akkor még általános iskolába jártam, amikor már tudtam felvenni, meg már volt kamerás telefonom, szóval tudom melyik azt, amit ellopott a cigánycsávó. Aztán vettem még egy olyat, ugye, mert anyám nem mert elmondani az akkori élettársnak, ugyanak a fasznak, hogy eltűnt a telefonom. Én meg nem mertem megmondani anyámnak, hogy ellopta egy cigány, mert féltem a cigánytól is, meg anyámtól is, hogy mi lesz. És inkább azt mondtam, hogy valaki ellopta az iskolába. És hát ugye anyám nem mert ezt elmondani, mert akkor biztos majd engem úgy fognak nézni, hogy felelőtlen vagyok, meg elhagyok dolgokat, meg minden. Aztán meg vettek nekem egy másikat itt titokban, ami ugyanolyan volt, és ugyanúgy nézett ki gyakorlatilag konkrétan. És aztán azt is elvette ugye a cigánycsávó. Na mindegy, azzal csináltam sok felvételt már, fú, rengeteget, de csak a telefonom volt rajta, mutogattam osztálytársaknak, mutogattam, mit tudom én kinek. És utána volt az már, hogy középiskola, akkor már nem volt meg az a telefonom. És ott akkor ideig nem is volt semmiféle telefonom, azt hiszem. Aztán végül lett. Macska, mit csinálsz? Aztán végül lett valami újabb telefonom, ami már nem... Amit nem használtam úgy igazán semmire, mert az nem is kamerá... Álljál már le! Na, szóval az már nem volt képes videót rögzíteni, az csak olyan telefon volt, hogyha anya keres, akkor fel tudjam venni, meg fel tudjam hívni, hogy figyelj, már később érek haza, meg 9 órám lesz, vagy valami, érted? És egy olyan telefon volt. És ugye aztán már akkor megvolt, nem, akkor még nem ismertem Szefit, de azután ismertem meg Szefit nagyjából egy évvel, hogy ellopta a második telefonomat is a cigánycsávó. És
ugye a kamera újra kezembe van, újra elkezdtem ilyen hülyeséget csinálni, olyan jeleneteket, hogy egy-két másperces jelenetek voltak egymás mellé vágva, és mindig ábrázolt valamit. Mit tudom én, itt egy kacsa rajz, itt egy kutya, mit tudom én, szóval értelmetlen videók voltak, de ez ugye elkezdett úgy kreatívabb lenni, meg úgy érdekesebb. Aztán emlékszem, amikor legelőször találkoztam Szefivel, mármint úgy, hogy legelőször mentem át hozzájuk, még miután az osztályba került, azután egy olyan egy hónappal kb. Szóval nem tartott sokáig az, hogy összehaverkodjunk. Akkor már rögtön az első dolgunk kb. Az volt, hogy elkezdtünk szinkronizálni videókat. És rengeteg videót szinkronizáltunk be, utána elkezdtünk sorozatokat szinkronizálni. Ugye ott volt a Supernatural, annak idején még talán a negyedik évada ment, vagy ötödik. És abból jelenteket összevágtunk, Sony Vegas-t és alá szinkronizáltunk. És volt egy ilyen 2,5 órás Supnat szinkronizált moving, amit megnéztünk úgy kb. Havonta egyszer, megnéztünk végig, és azon rögtünk, hogy mekkora hülyeségeket pofázunk benne, meg ilyen rengeteg dolog. Szóval én nagyon-nagyon hamar, nagyon korán kapcsolatba kerültem a kamerákkal, és valószínűleg valamilyen szinten abból is eredeztethető a nagy vlogolási mániám, meg az ilyesmik. Csak hát ugye én soha nem léptem át azt a szintet, mert nem akartam, nem volt rá keretem, meg sok ilyen probléma volt az életemben, hogy pénzügyi probléma, meg ilyenek, hogy ezzel komolyabban foglalkozni kezdjek. Most már meg lenne a lehetőség nyilván, de már úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy kiöregettem belőle, de úgy érzem, hogy egy picit késő elkezdeni. Szóval, hogy ezt korábban szerettem volna elkezdeni, nem nagyon jött össze, manapság meg már úgy vagyok vele, hogy manapság már minek? Már van munka, már dolgozni kell, már ilyen-olyan dolgokkal kell foglalkozni, már nem akarok külön most ezzel jelenleg. Még előfordulhat, hogy így pár év múlva, mondjuk, hogyha mit tudom én, Magyarországon leszek, ott úgy szívesebben törődnék ezzel, nem tudom, hogy mondjam. Na mindegy, nem ez a lényeg. És hát ugye 60-ban, amikor megismertem Szefit, mint mondtam, foglalkoztunk ilyen kis videózgatásokkal, ilyen volt egy az a sorozat, mint mondtam, ez a végtelen utazás, vagy mi. Ebben ugye Matrix paródiák voltak, meg Half-Life 2 paródia, meg Gyűrűk ura, Jurassic Park, tipikus baromságok. Megjósoltam a jövőt neki, ugye én csak belső nézetből voltam. Ő meg minden szerepet ő játszott, zombikat, hullákat, mindent ő játszott egyébként. Nagyon furcsa vágásokkal voltak megoldva azok, mikor saját magával beszélgetett például. Hogy én vagyok a jövőből, az volt a Terminátoros paródia rész, hogy a jövőből eljött saját magát megölni. Ne kérdez, nem volt értelme a legtöbb dolognak. És olyan furcsa vágásokkal volt megoldva minden, hogy ugye ment a kamera, ott a csávó, megy így a kamera, ott egy fa volt a kettő rész között, megijedtem, mert nyílt egy ajtó. És akkor a fa másik oldalánál már egy másik karaktert játszó Szefi volt nyilvánvalóan, a vágás meg ott volt elhelyezve, amikor pont kitakarta az egész képet a fa. Szóval ilyen hülyeségkel oldottuk meg az ilyen problémákat, de úgy ezeket jól lehet felhasználni. 30-40 videót össze lehetne hozni azokból az anyagokból, amiket régen csináltunk, ilyen nagyon amatőr, nagyon hülye módon, de kifejezetten szórakoztató lenne visszanézni ezeket. Hát aztán, miután ez az időszak úgy véget ért, ugye átköltöztünk a 60-ban másik helyre, amit mondtam, mikor már csak ketten voltunk, és végre ilyen szabadság, lazaság érzésem volt. Akkor Szefék elköltöztek Pestre, és nem nagyon tartottuk már a kapcsolatot egymással. És miután elkezdett videózni, elküldte a videóit, bennem felötlött túl újra a gondolat, hogy milyen jó lenne megint csinálni ilyen paródiákat, ilyen poénokat. Aztán valahogy úgy jött ki a lépés, hogy ő mondta azt, hogy akar a Minecraft nevezető játékkal foglalkozni. Akkor küldte el azt, hogy van ez a Hörbi nevezető személy, hogy ő is játszik ezzel, és tök vicces, meg tök érdekes. És ott ismertem meg Hörbit is például. És akkor mondtam azt, hogy Szefinek, hogy jó van, csináljunk róla a videót, benne vagyok. És ugye a legelső videóm akkor készült el, amiben benne voltam Szefi csatornáján, a Minecraft mapotokon. Nem, egy Minecraft losztos map volt, két részben videóztuk. Aztán onnantól fogva igazából sok mindenben benne voltam. És ezután volt az, hogy Szefi lejött vecsésre. Mondtam neki, hogy gyere le vecsésre, egyedül vagyok itthon. Mert hogy akkor anyukám az felköltözött vecsésre, viszont ki volt fizetve az albérlet 60-ba. Én meg mondtam, hogy ott maradok, mert úgyis érettségi, ugye akkor közeledett az érettségi, meg minden. És mondom, hát akkor most már itt maradnék, akkor még befejezem az érettségit, az írásbelit. És majd ha befejeztem, akkor gyere vissza,
és akkor elköltözünk konkrétan. Vagy lehet, ő javasolta, amúgy nem tudom, mind nem is lényeges. És akkor mondtam Szefnek, hogy gyere le, Szefi, egy óra itthon, anyám már felköltözött vecsésre, mi is fel fogunk költözni, Szefi tök boldog lett, ugye, mert hát ő a 18. kerületben lakott, és az közel van vecséshez, és ott van egymás mellett a kettő. Szóval megint közel leszünk egymáshoz, tudunk egymáshoz átjárni, ökörködni, minden. Tökre megörült neki. Macska seggét vakartam. Azt akkor lejött. És akkor készültek azok a videók, hogy Szefi megijed. Tudjátok, amikor megijesztem Szefit, miközben játszik az a Galactic X, vagy minden nevezetű játékkal. Plusz akkor készült az Éjszaka az erdőben videó. Meg úgy, mikor az erkéről néztük az embereket a más erkélyeken, meg videóztuk őket, hogy mennek az utcán a nők típusú videó. Ugye legelső között volt valahol. És akkor ugye lement az érettségi, ugye, ezeket lehet elmondtam már, tök könnyű volt nekem az érettségi maga. Most meg vagyok ijedve, hogy elmondtam már ezt egyszer. Na mindegy. És innentől kezdődött az időszak, hogy elköltözés vecsésre. És ugye Szefi jött segíteni rögtön, miután letudtam az írásbeli érettségét elzsipattalában, bassz meg. Jött segíteni cipekedésben, és hozta magával a PS3-ot. Nekem ugye az első kapcsolatom volt ez a PS3-mal, és miután elértünk vecsésre, akkor mivel ott aludt nálunk, mivel este 11 volt, mire elpakoltunk, meg bepakoltunk nagyjából mindent, és akkor volt az, hogy na, akkor próbáljuk ki Heavy Rain-t. Mert én ugye mondtam Szefinek még előtte, hogy és ő mondta, hogy milyen játékot hozzon PS3-on. Mondom, fú, Heavy Rain-e nagyon régóta szerettem volna játszani. Évek óta vágytam arra a játékra, ugye, mert Fahrenheit-et szerettem a Quantic Dream-től, és így kerültem igazából kapcsolatba a játékkal, ott vecsésen legelőször nem volt még semmi internet bedugva meg semmi, de rögtön Heavy Rain. Végigjátszottuk a Heavy Rain-t ott 2-3 nap alatt, sőt, 2 nap alatt szerintem, és rögtön az jött bennünk, hogy ezt vegyük már fel videóba, elkezdtél most egy YouTube csatornát, videókat készítesz rá, vegyük már fel valahogy a Heavy Rain-t, de hogy vegyük fel, hát hogy lehet felvenni PS3-ról? A Vermedia még gondolatban sem létezett. És akkor megoldás, tegyük le a kamerát a tévé elé, és vegyük fel a tévét kamerával. És hát így készültek el a legelső Fahrenheit végjátszások. És az alatt a végjátszás alatt fügtem rá szerintem úgy konkrétan a videózásra, és onnantól fogva volt az, hogy én mindig mondogattam Szefnek, hogy vegyünk már valami videót, vegyünk már valami videót, vegyünk már valami videót. Mi akkor is még, hogy neki nem volt éppen hozzá kedve. És akkor ugye rengeteg videóban elkezdtem szerepelni, ugye pofázni ott mellette. Egy idő után meg már annyi, akkora mennyiségű üzenetet kapott Szefi, hogy hú, hát Castielnek hol van csatornája, hol lehet elérni Castielt? Úgy néznék még tőle videókat. Meg mit tudom, én úgy hallgattam még, hogy pofázik, ma jó hangja van. Ezt nem értek egyet azóta se. És hogy annyit basztattátok Szefit, hogy ő mondta neki, hogy most már akkor csinálják csatornát, mert agyfaszt kap. És akkor úgy lett, hogy oké, csinálok egy csatornát. Nem készültem arra, hogy hú, de sokat fogok videózni rajta. Aztán csináltam egy videót, ugye, Atom Zombie Smasher című játékról. És megnézték, ugye egész sokan. Volt rajtam feliratkozva 50-60 ember, megnézte, vagy 150 ember azt a videót. Emlékszem rá. Meg úgy mondom, dick. Mondom, azért 150 nézettség ilyen totál random csatornánál, az nem rossz. Szefinek volt akkor kb. 10, hát olyan 8-9 ezer feliratkozója. És akkor mondta, hogy csinál egy videót, vagy megbeszéltük, hogy csinál egy videót arról, hogy elmondja, hogy most már őt hagyják békén azzal, hogy Castiel hol elérhető. Ő videóban el fogja mondani azt, hogy hol a csatornám, mi a csatornám neve, mit tudom én mi. Aztán megtörtént, és 2-3 nap alatt lett ilyen 3000 feliratkozón. Erős Kickstarter projekt vagyok eredménye. Szóval egy erős rúgás kapott a csatorna annak idején, és második, harmadik videómat már elkezdtem feltölteni, 13 végigjátszást, egy végigjátszást. Ilyen 1000-es nézettségek voltak a videóimon, ami kifejezetten üdítő volt akkoriban, meg igazából valamilyen szinten úgy éreztem, hogy érdeklem az embereket, és elkezdtem videókat csinálni továbbiakban is, rendszeresebben is. Aztán később megjöttek az ilyen-olyan egyéb problémák, meg nem rendszerességebbek, nem rendszeresebb dolgok. Úgy próbáltam tartani, és hát tartottam is. A vecsési időszakról meg nyilván nem kell annyira konkrétan beszélni szerintem, mert
meg kifejezetten sokat beszélek róla mai napig, ugye ez az erdőn keresztül besétálgatás szefi, ez az ATX-hez, a nyomasztás érzés, az állásinterjúk, a munkapróbálkozások, átbaszások, ugye ezzel kapcsolatban főleg emberekhez való viszony, a videózás maga, az az életérzés, hogy igazából teher vagy, de ha maga ez az érzés nem lenne meg, az a teherérzés, akkor olyan szintű szabadságérzetem lenne, mert tényleg az, hogy megfogtam, elindultam, 12 órát kint voltam a természet lágyulén, mert megtehettem, hogy mennyire szerettem ezt, meg attól függetlenül mégis, mikor haza kellett menni, akkor mindig bennem volt a nyomasztó érzés, hogy a rohadt életben már tök jó el voltam az elmúlt 12 órában a természetben, vlogolgattam, videózgattam, pofáztam, magamba szívtam a természetet, mennyire jó volt. Aztán ugye mindig vissza kell térni a valóságba, és rájönni arra, hogy van egy nagy problémám, amit nagyon nehezen tudok megoldani. És hát elérkezünk a jelenbe, ugye. Mint mondtam, szeretném ezeket a részeket bővebben kifejteni majd. Szerintem simán lesz egy-egy óra a külön-külön részekről majd. Mert simán lehet annyi. Ugye, hát egy ember életéből, ha egy ember életében történik két érdekes dolog, arról két érdekes dologról lehet beszélni egy órán keresztül. Mi van akkor, hogyha az ember életében történik sok dolog? Márpedig egy átlag ember életében sok dolog történik még egy átlag embernek is. Nem kell ahhoz extrém sportolónak lenni, hogy mesélhess dolgokról, mert hát mindenkivel történik mindenféle. Mindenki szembesül olyan helyzetekkel élete során, ami egyedi szituáció, meg hogy mondjam, szóval, hogy tényleg, még ha átlagos életet is élsz, akkor is nagyon sok olyan pillanat van az életedben, ami elmesélhető, meg érdekes tud lenni. Szóval, hogy külön-külön részekkel akarom majd bontani ezt a főbb három részét az életemnek, a Balatonterenyét, 60-t, megbecsést, sőt, 62-be is lehetne bontani, mert ott tényleg lehetne sok mindent magyarázni, csak ezeket majd egy picit szelektálom a gondolatokat, hogy ne legyen akkora hatalmas nagy duplikáció itt. Ezért nem is beszélek most a vecsésről, mert alapból sokat beszélek róla, ugye. Alapból kiadtam ugye sok dolgot, hogy apámról nem beszéltem olyan sokat, mert van külön videó arról, hogy apa, ilyen címmel. Anyámról sem beszéltem olyan hatalmas mennyiséget, mert van külön olyan videóm, hogy anya. Na mindegy, nagyjából elmondtam, amit akartam. Nagyon sok technikai problémám volt most ezekkel a videókkal, amiket itt felvettem az elmúlt 4 órában. Igen, jól hallottad. Sok minden elveszett, sok mindent újra vettem, mert nem volt jó a hang. Nem is akarok erről beszélni. Ezt összerakom, és akkor majd, mint mondtam, a közeljövőben, nem jövő héten, nem egy-két hét múlva, még valamikor idén meg fogom ejteni ezt a három külön videót, a három külön korszakról életem során, úgymond. Köszi szépen, végighallgattad, és érdeklődéssel figyelted ezt a dolgot. Szia!